Hát elég rég ismerjük egymást, úgyhogy nem fogunk ilyen műmagázódásba belezuhanni Egri Viktorral, újságíró sportriporterrel. Hát eléggé beleálltál ebbe a dologba. Jó reggelt, szia-szia! Jó reggelt, szia! Mibe? Hát felhúztad magad? Na, a Rutkánin nagyon felhúztad magad? Nem. Ah. Végig gondoltam ezt az egészet, nekem az nem tetszik abban, ami történt az előző időszakban, ugye nem csak Rutka Jánosról van szó, hanem Lukács Viktorról is, az M4 sportkommentátoráról, hogy ez így egyszerre történt, és alkalmas arra, hogy esetleg még ha nem is tudatosan, bár ezt sem zárhatjuk ki, alkalmat adjon a megfélemlítésre. Igen, de ez a célja. Én ezt nem tudtam. Akkor elmondom, az a célja, hogyha kinyitod a pofádat, akkor mész innen el. Ennyi. Jó, szerintem ez így kellemetlen, hogyha létezik egy szervezet, amelynek van egy elnöke, és az az elnök esetleg személyesen is köthető az ezeket az intézkedéseket legalábbis látszólag támogató sajtóorgánumokhoz. Gondolok arra, hogy ugye a Nemzeti Sport online-on megjelent hír alapján a 442, amelynek ugyanaz a főszerkesztője, aki a Magyar Sportújságírók Szövetségének az elnöke, pont akkor ásott elő egy 19 évvel ezelőtti kellemetlennek tűnő ügyet Rutka Jánossal kapcsolatban, amikor eltávolították a munkahelyéről azért, mert hát nem tartotta elítélendőnek Gulácsi Péter megnyilvánulását. A család az család. De ez volt ez a szörnyűség. Igen, csak te, de te se veszed komolyan, persze tudom, de én most egy ki is mondom, ő neki ez a feladata, hogy szem az Orbáni gépezetben, és neki ez a dolga, hogy utána rúgjon egyet még, amikor már így esik. Tehát ezért kapja a fizetését. Jó, ezt én nem akarom elfogadni. Ezt én tökéletesen, de látod, ezt viszont már tökéletesen megértem, csak hát ne, igazából az a baj ezzel, hogy én a tehetetlenséget már elég régóta érzem ebben az ügyben, és hogy ezek a párhuzamos szervezetek, amik létrehoznak, hogy Nemzeti Akadémia, MMA, Magyar Tudományos Akadémia, tehát folyamatosan párhuzamos, ezek a fedőszervek, amelyek alkalmatlan emberekkel és végrehajtókkal vannak feltöltve, ezek ezt az egyetlen célt szolgálják, egyrészt az elbizonytalanítást, hogy most akkor máig van egy újságíró szövetség, meg van egy izé, tehát hogy az emberek így ne igazodjanak el, nyilván nem is érdekli őket, hogy most milyen újságíró szövetségek vannak. Na de hogy a másik céljuk meg az, hogy ott helyben akkor szakmai döntésnek átszázva ezeket a kivégzéseket így végrehajtsák. Ebbe persze, és nagyon nehéz belefolyni, vagy tenni ellene, vagy szóval, hogy mert tudod, ha felemeled a hangod, akkor bele is ez a sors, és azért az emberek 1% azt mondja, hogy na jó, itt álljunk már meg, akkor én most felemelném a hangomat, 99% meg azt mondja, hogy kicsi még a gyerek, fizetjük még a részletet a lakásra, meg egyébként, és akkor inkább kussoljunk. És ez elég a 99%, tudnék az 1% semmit nem tud csinálni. Teljes naivitással álltam ez a kérdéshez eddig, nekem ez újszerű, amit te mondasz. Én írtam ugye egy nyílt levelet, de hát igazából nem nyílt levél volt, csak mondhatom, hogy a Facebook oldalamat felpörgettem ezzel, hogy írok egy posztot. Nyilván. Igen. Tisztelt Szőlősi György, ugye ő az elnöke ennek a szervezetnek. Én feltételeztem, hogy tényleg valami fajta lépésekre sor kerül, de aztán utána láttam, hogy a kiadott közlemény szerint azt, hogy valaki lájkol egy posztot a Facebookon, azt ő egy szintre helyezi azzal, ami történt 2006-ban a TV-székháznál. Ugye az volt a felmentés a részéről az ügyel kapcsolatban, hogy Urbán Flóriát is eltávolították annak idején, mint szakértőt a sportklubtól, az RTL sportklubtól. Ugye csak hát ott az történt, hogy Urbán Flórián a TV székház ostrománál az első sorokban állt azok között, akik sok tucat rendőrt sebesítettek meg. De nem az RTL-t ostromolták, a köztévéből el kellett mondani, de az RTL-ből miért, érted? Jó, vicc volt, oké, értem. Természetesen, hát ez a bullshitnek nevezett folyamat, amikor az ember így összemosít dolgokat, elkeni, és aztán az egész egy nagy, egyenletes, büdös felületet hoz létre. Jó, azért ez engem tényleg meglepett. Ja. Hát én erre nem voltam felkészülve, hogy ezt párhuzamba lehet állítani. Hát igen, de valamit kellett keresni, tehát azért tehát ennél voltak már bénábbak is, emlékszem. Tehát, hogy ez egy ilyen kétségbeesett ilyen analógia keresés. Tehát ez általában úgy szokott mondani, hogy nagy politikai szinten, hogy
keresünk Dániába valami megoldást, annak átveszik a nevét, és megtöltjük a saját erőszakos bolondságunkkal, és azt mondjuk, hogy na, de hát Dániában is van ilyen. Tehát, hogy ez volt eddig a legviccesebb. De ez is érdekes volt egyébként. Ki volt még egyébként, a Urbán Flórit hozta föl, és még valakivel érvel, csak most nem emlékszem rá. A kezemben volt pedig a cikke. Nagyon nem rendkívül. Tudunk másról beszélni? Annyi mindent. Olyan vagy, most izé vagy. Ja jó, jó, olimpia. Na jó, legyen olimpia, tessék. Nézők nélkül, vagy csak japánok fognak ott ülni? Jelen állás szerint igen. Hát, ez milyen már. Ráköltött egy csomó pénzt az olimpiára Japán, ugye sokszorosát annak, mint amit eredetileg tervezett volna, és nyilván a bevételeknek egy jelentős része a televíziós közvetítésből jön, tehát amennyiben megrendezik, akkor vissza fog jönni a pénznek egy része, bár az is ugye a jogok nagy része az olimpiai bizottságnál van, és csak egy részét kapja a rendező, de hát ugye a nagy bevétel az talán az lehetne, hogyha elárasztanák a turisták Japánt, és mondjuk ott egy hónapon keresztül, már az olimpia előtt néhány nappal, és az olimpia után néhány nappal még mindig ott tartózkodva szórnák a pénzt, költenék szállásra, ételre, italra, szórakozásra, jegyre. Hát ez most teljesen elmarad. Nem és is még tudom, úgyse biztos, hogy nyereséges egyébként. Nem, biztos, hogy nem. Azért mondom, hogy még az még csak ahhoz jó, hogy aztán valamikor egyszer majd egy elszámolásnál, amikor 3 évre visszamenőleg megnézik, hogy étterem alakul, akkor esetleg nullszaldós. Igen. De ez szerintem egy tragédia az olimpiai mozgalom szempontjából is, Japán szempontjából is. Most arról nem beszélve, hogyha a sportolók oldaláról közelítem meg, akkor feltéve, hogy tudnak megfelelő mennyiségű negatív tesztet produkálni, és a kvalifikációt is kivívták, azért életük álma meg azzal, hogy részt vesznek, és ehhez képest gyakorlatilag egy könyvtárban fognak sportolni. Ezt akartam, igen, mondani, ez a legszomorúbb. Szól a könyvtáros néni, hogyha hangoskodnak, tehát néma csend lesz. Ez a legszomorúbb olimpia lesz, ami volt valaha. Igen. Igen, és hát még várjuk ki, hogy mi történik. Most az biztosnak tűnik, hogy nem akarnak külföldről beengedni nézőket. De hát eleve mi lesz a sportolókkal? Mert ugye Magyarország egy kicsit az általánosan elfogadottaktól eltérően az olimpikonokat és a sportolókat előre helyezte az oltási rendben, vagy tervben. De lehet, hogy oltási káosznak kell nevezni, mindegy, de előre vette. Oltási sor. Kicsit kacskaringós, de a sor. Közben úgy tűnik, hogy ugye ez nem fogja megkövetelni az olimpiai bizottság azt, hogy be legyenek oltva a sportolók, akik részt vesznek a játékokon, mert azt mondja, hogy tökéletesen megérti, hogy az oltási sorrendben az országokban általában a veszélyeztetett idős embereket veszik előre, és ugye sportolókra nem fog sor kerülni, majd ez ránk nem vonatkozik, viszont ugye negatív teszteket kell produkálni, és jelenállás szerint úgy néz ki, hogy akkor is meg lehet fertőződni, hogyha valaki be van oltva. Hát karvívó, egyszerűen úgy tűnik, hogy nem tudják kizárni a vírust. Tehát nem tudom, milyen karvívó rendezvény volt, tehát egyszerűen képtelenség megoldani. Úgy igen, világkupa volt, de világkupa. Ott mondjuk nagyon sokan nem voltak beoltva, mert gondolom a külföldi versenyzők meg azoknak nem? A segítői. Nem, hát negatív teszteket kellett ott igen. Is produkálni. Ugye úgy lehetett bekerülni a buborékba, de a buborékba becsúszott valaki, akinek ugyan negatív volt a tesztje, de utána mégiscsak kiderült, hogy pozitív, mert ugye van egy időszak, amikor a PCR-teszt sem mutatja fertőzöttséget. Na most ez nyilván ugyanígy lesz az olimpián, tehát arra kell felkészülni, hogy egy csomó versenyzott elmegy a helyszínre, aztán mire sorra kerül, lehet, hogy kiderül, hogy jobb, ha hazamegy, mert részt nem vehet a versenyen. Tehát ez is egyfajta szörnyűsége lesz ennek az egésznek. Mégiscsak beszélgessünk Szöldösi Györgyről. Ez olyan szomorú volt most. Nem, menjünk, térjünk vissza rá egy kicsit. Mert ugye, de nem menjünk, nem fogunk visszatérni rá, mert tényleg én csak így rosszul érzem magam ettől az egésztől, mert hogy azért ebből az egész rendszerben ez az álságosság, ez a szemembe hazudás, ami leginkább így zavar. Tehát komolyan mondom, az bosszant. Tehát, hogy tényleg hülyének néznek, tudják, hogy én tudom, hogy hülyének néznek, és folytatják a mondatot. Na most ez nekem egy kicsit sok.
érdekes módon egyébként épp azt nézem, hogy mennyi sportriporter repül egyébként külföldön is, de ott azért ritkán vannak politikai okok, nem? Külföldön azért más a megközelítés, ja. Tehát ilyenért még nem hallottam, hogy valakit eltávolítottak volna. Persze tegyük hozzá, hogy az ártatlanság vélelme megilleti az itteni szervezeteket is, tehát azt a sportcsatornát, amelyik Rutka Jánost eltávolította, hiszen ők azt mondják, hogy csak a szakértő parkot szerették volna felfrissíteni, mert hogy épp megfáradt a kapcsolat és a közös munka Rutka Jánossal. De mondjuk ehhez annyit tudok hozzátenni, hogy aki követi a sportot, az nyilvánvalóan tudja, hogy a szezonok között szoktak felállítani stábokat, tehát akkor, amikor véget ér a bajnokság, és még nem kezdődött el az új. Na most ugye Rutka János a Bajnokok Ligájában volt szakértő, meg a Premier League-ben, ezek éppen a hajrájukhoz érkeznek, ilyenkor nem szoktak változtatni. Ha bizonyítékokat, vagy közvetett bizonyítékokat, vagy vallomásokat keressel, akkor az ő játékukat játszod. Én azt gondolom, hogy ezek a társaságok, ezek a csapatok, mint most itt cégekről beszélek, sokszorosan bizonyították ezt a fajta elfogultságokat. Nem kell minden esetben külön. Az ártatlanság vélelme semmilyen szinten nem illeti meg ilyen helyzetekben őket, de ez az én privát történetem, tehát neked ez nem kell ezt vallani, csak hogy minden esetben tudod, ez a klasszikus, amikor azt mondja Polt Péter, hogy amennyiben hát bűncselekményt tapasztal, akkor kérem, tegyen feljelentést. És szóval ez az a pillanat, amikor az embernek tényleg így az ács ceruza így kinyílik a zsebében. De hogy, mert tényleg ez az azért, hogy hát igen, ezt akartam, ezt még hozzátettem volna. De mi lesz még egy nagy sportrendezvény, ami most így lenne esedékes, és gáz van? Ugye létezik ezzel kapcsolatban több megközelítés, akkor elmondom, hogy ugye Magyarországon most zajlik például egy öttusa világkupa, ez nem kap olyan nagy hírverést, de tegnap kezdődött a selejtezőkkel, ami szintén elég érdekes, hiszen ilyen szintű verseny 13 hónapja pont a koronavírus miatt nem rendeztek ebben a sportágban. Magyarország természetesen elvállalta ezt is, úgyhogy tegnap a guatemalai, japán, kazak, mexikói, chilei, egyiptomi és egyéb országokból érkezett öttusázók megkezdték a vetélkedést. Emellett az öttusa szövetség elvállalta a májusi öttusa világkupa döntő megrendezését is Magyarországra. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ugyan a vírus olyan, mintha tombolna, legalábbis a számok alapján. Nagyon olyan. A sportesemények megrendezését csak olyan szempontból befolyásolja ez Magyarországon, hogy annál többet rendezünk, mert máshol nem akarják. De mi elvállaljuk. Mert mi sport fővárosra akarunk lenni. Igen, az U21-es Európa-bajnokság ugye Szlovéniával közösen, labdarúgó Európa-bajnokság is elkezdődött Magyarországon. Ebben nagyobb kockázat van ám, mint a na dobjuk be az orosz vakcinát, szerintem jó lesz típusú blöfölésbe, mert itt azért, tehát hogy is mondjam, azért elég súlyos gócokat alakíthatunk ki, hogyha mellé nyúlunk. Igen, hát az a baj, ugye, hogy mindenki igyekszik a különböző mutánsokat, ha lehetséges, akkor kizárni az ország területéről, és megkímélni a lakosságot tőlük. Most én azt nem tudom megmondani, mert nem vagyok járványügyi szakember, hogy mekkora a kockázata annak, hogyha mondjuk Mexikóból és egyéb távoli országokból, ahol esetleg másfajta vírusfajták léteznek, emberek jönnek be, hogy azok be is hozzák, és ez itt szétterjed, de gondolom, hogy minimális valószínűsége van. Mivel, hogy maga a miniszterelnök mondta nekem, meg másoknak, hogy ne utazgassunk, mert akkor behozzuk ezeket a mutánsokat. Ezt ő abszolút számolt ezzel a kockázattal. Igen, hát emellett ugye, ami nagyon fontos kérdés az előző időszakban, hogy az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke kitalálta, hogy csak azok a városok rendezhetnek majd Európa-bajnoki meccseket, amelyek vállalják, hogy a stadionokban nézőket fogadnak, és 50%-os telítettséggel üzemelnek majd a stadionok. Ez a jelenlegi elképzelés. Ugye ez ellen Németországban egyből tiltakoztak, ott Münchenben lennének meccsek, ugye 12 különböző városban rendezik az Európa-bajnokságot az eredeti tervek szerint, ezek között ott van Budapest is. Tehát Münchenben már az történt, hogy a német parlament sportbizottságának elnöke beszélt arról, hogy nem lehet megengedni, hogy a labdarúgás egy párhuzamos valóságban éljen, és ilyet követeljen a rendezőktől.
valószínűleg nagy az ellenállás, mert eredetileg április 7-ét jelölte ki az UEFA elnöke, hogy addig eldöntik, hogy akkor hol rendeznek majd meccseket, de már áttették a döntés időpontját április 20-ára. Ami a mi szempontunkból érdekes, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtófőnöke, szóvivője, Sipos Jenő arról nyilatkozott, hogy az is elképzelhető, hogy ilyen feltételek mellett Budapest több meccset fog vállalni. De miért nem mindet? Mint amennyit eddig ugye három találkozó lett volna, hogy többet fog vállalni, mert esetleg máshol visszamondják, és mi nem ugrunk el a feladat elől. Nem tudom, hogy június közepére hogy fog állni a vírus, de nekem, mint sportszeretőnek és olyan embernek, aki negyed évszázada dolgozik a sporttal kapcsolatban, ijesztő. Tehát van az, amikor szeretünk valamit, és van, amikor amerikai thrillerekben, vagy különböző thrillerekben lehet látni, amikor valaki túlzottan szeret valakit, és a rajongás átfordul egyfajta pszichopata cselekvésben. Nekem ez az érzésem most a sporttal kapcsolatban, hogy azért ismerni kéne a mértéket. Tehát valakit nagyon szeretünk, azért nem kell bezárni a pincébe, igenis, hogy csak velünk érintkezzen, és ha nagyon szeretjük a sportot, akkor sem kell mindent elvállalni, és minden áron. Mondjuk én, ha az ötusát összehoztam volna a vadászati világkiállítással, az milyen klassz lett volna. És akkor, és az azért akkor érted egy füst alatt, és akkor még több pénzt lehet durrantani, mert azt mondja az egyik, hogy a másiknál van, és hogy, de közben bele is illik, hát tulajdonképpen az öttusa azért, lássuk be, azért az egy valós tevékenységnek a lefordítása sportnyelvére, és itt visszatérhetett volna az ősi formához, illetve az a rengeteg munkanélkül, ezek elvesztette vendéglátós, meg idegenvezető munkáját, azok lehetek volna, választottak volna, hogy fácánok, vagy őzek lesznek. És akkor Budapest utcáin egy real, éles öttusa világbajnokság zajlik, őz és fácán statiszták bevonásával, természetesen hát éles. Katonai sport. Hát abszolút, sport, igen, katonai sport. Az öttusa, ja. Én azért ennek most így, ahogy nézem, békésebb változatát látom megvalósulni igen. A versenyeken. Elpuhultak, teljesen elpuhultak már. Ez a generáció, ne vicc, teljesen elpuhult. Ezek már a gerejjel se célozzák meg ott a bírót, aki a végén áll a pályának, hanem mellette akarják eldobni. Szörnyetegek. Hát mert ugye, hát érted, úgy meg mi értelme van? Eldobod messzire és beáll a földbe. Tehát sehol ott egy zsiráf vagy valami. Szóval minden szempontból azt gondolom, hogy senki házi a kezében van a popszakma, de hogy alapvetően a sport pedig különösen, de így alakult történelmileg nálunk, de közben az a szörnyű, hogy miközben zajlott ez egy éve, mert azokat a sportokat is elengedte, amik egyébként alapból érdekeltek. Tehát elkezdtem nézni az amerikai focit, és így egyszerűen nem is tudom, így leváltam róla, vagy valahogy így, tehát kezdek így fásulni. Igen, sajnos azért szerintem ez az egész nem ugyanaz így ebben a helyzetben. Tehát a szórakozás része a sport, de amikor minden más megbicsaklik, működésképp, a szórakozást, az egy teljesen más kategória, mint amikor egyébként zajlik az élet, és kikapcsolódásképpen nézed. Ma már szinte semmi más nem lehet csinálni, mint hogy bekapcsolod a tévét, és sportot nézel. Vagy... És nem. Tehát én most nem kapcsoltam be. Tehát én még nem kapcsoltam be a tévét idén, és ezt most így nagyon-nagyon-nagyon megpróbálom ezt a dolgot, így, ezt a rajta tartom a kezemen, hogy nehogy bekapcsoljam. De nem az a szörnyű, hogy lesz olimpia, és így nem érzek semmit. Én azért nagyon bírtam az olimpiákat, azért nagyon jó hang, az egésznek volt egy ilyen nagyon jó sodrása. Éjjel-nappal ment, ott mindig valamikor a sportközvetítés volt. Jó, de lehet, hogy azért a te felfogásod az élet egyéb területein ezt befolyásolja, és szerintem nagyon sok magyar embernél így van, hogy pontosan ez, amit itthon tapasztalunk a sporttal kapcsolatban, az olyan embereket is elfordít ettől az egésztől, akik amúgy ezt szeretik, szerették az életük részévé. Zárójel, ezen direkt elgondolkoztam, ha szeretném a focit, mert én ugye az a generáció, aki 86 Irapuát óta nem néz magyar focit, de hogyha szeretném a focit, akkor pusztán azért, mert az Orbán rajong érte, azért elkezdeném, hogy nem szeretni, és nem. Tehát azért felnőtt vagyok,
Nem tudom, hát nem, engem nem. Tehát egy csomó dolgot szeretem, de én is, tehát, és nem zavar, tehát nem fogom azért, most nem eszem többet pörköltet, stb. Tehát nem, ez nem, biztos, nem hiszem, hogy azért valaki ennyire hülye, hogy most akkor nem nézek pozit, mert az Orbán nézi, és hát, de remélem, hogy nem ilyenek, kérem, ne tegyék, de el kell búcsúznunk. Jaj, de jó, vagyis hát jaj, de szomorú. Na, mindegy, valamelyik a kettő közül. Szomorú. Egri Viktor volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál. Szia, szia, köszönöm, minden jót, szia, szia.